Meglepő és új arcát mutatta a Szapári utca vasárnap délután. A Tisza felé haladva katasztrófavédelmi akcióval és tűzoltóság toronydarujával találtuk szembe magunkat. Majd tovább sétálva többek között egy kosárlabda pályába és karate bemutatóba botlottunk. A nem mindennapi sokadalom oka az immár 11. alkalommal megrendezett civil kavalkád, ahol a város civil szerveződései mutathatják meg magukat a szolnokiaknak. Én úgy gondolom, hogy szerencsénk volt, jó volt az idő. Körülbelül 47 szervezet volt, aki bemutatkozott itt, körülbelül 400 fővel jelentek meg a civilek, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokszínű volt a rendezvény. A színpadon folyamatosan peregtek az események, folyamatosan különböző kulturális és sportegyesületek mutatkoztak be. A sátrakban pedig a civil szervezetek próbáltak toborozni, egyáltalán önmagukat megismertetni Szolnokváros lakosaival. A fergetekben minden korosztály megtalálta a neki tetsző programot. Ez jól látszott az érdeklődők és a nézelődők nagy számán is. Szerintem inkább az idősebb korosztályt vonzotta, főleg a délutáni programok, de egyébként most már gyűlnek a fiatalok is. Egyre több fiatal van, egyre több család van, és tényleg egész sok ember kivonz. Gazdag és változatos volt az utcakép, hiszen számos, sokak számára eddig ismeretlen egyesület és civil szerveződés mutatkozott be. A látogatók próbára tehették többek között evező, vívó és kosárlabda tudásukat, illetve a honvédség helikopterébe is beszállhattak, miután a régi repülőmotorokat megnézték. Az ókori hadviselés iránt érdeklődők találkozhattak a 21. Pannóniai Légió jelenkori tagjaival is. 11 éve alakult az egyesületünk, alapvetően az itt megfordult szarmata, vagy itt élt szarmata törzsek, illetve az itt megfordult római légió közös történelmi örökségét ápoljuk. Ez azt jelenti, hogy kutatjuk is a területet, tanulmányköteteink jelennek meg az adott korról. Akit inkább a testfestés érdekelt, a legionáriusok élete helyett annak sem kellett csalódnia. Az egyesületünknek a fő tevékenységi köre, hogy a szabadidős tevékenységek, ezen belül a tánc, a mozgással kapcsolatos. Hastánc fellépésünk volt, egy fél órás műsorral szórakoztattuk a közönséget, illetve arc- és csillámfestéssel készültünk a gyerekeknek legfőképpen. A sokszínű programot jól jellemzi, hogy az egészségügyel és korunk népbetegségeivel foglalkozó szervezetek is jelen voltak. Nagyon szívesen fogadunk mindenkit, mert próbálunk lelkileg meg is győzni embereket arról, hogy nem kell félni, nem kell kétségbe esni, hanem csak optimistának kell lenni, túl kell rajta esni. A rendezvény régi hagyományainak köszönhetően évről évre képes megújulni és egyre több változatosabb programot kínálni az érdeklődőknek. A civil kavalkádot a Civil Információs Centrum szervezte, és már komoly terveik vannak a jövő évi rendezvénnyel kapcsolatban is.